A bőr a legnagyobb szervünk, és ahhoz, hogy kellő védelmi funkcióját elvégezze, minden évszakban szükséges megfelelően ápolni. Télen csökken a fagyúmirigyek termelése és a bőr nedvesség tartalma. Dr. Bajor Klára elmondta, hogy ő személy szerint olajos tusfürdőket használ ilyenkor, és naponta többször krémezi az arcát. Ebben az időszakban a krémpuderek használata is segítheti a bőrünket a kiszáradástól. A probléma nem ott van, hogy sokat hallunk és sokat olvasunk róla, hanem a probléma az, hogy nem mindenki tartja be ezeket a szabályokat, amit minden nap olvasunk és minden nap hallunk. Ezért érdemes talán megkérdezni a bőrgyógyászt, és elmondani a bőrgyógyásznak a véleményét, mert hogyha csak néhány ember megfogadja, amit mi elmondunk, amit már ugyan számtalanszor olvasott, csak éppen nem csinált, most új év van, hát ha január 1-én úgy dönt a kedves beteg, hogy most pedig megfogadja azt, amit a bőrgyógyász mondott, vagy amit olvasott, és akkor biztos, hogy jobb lesz a bőre egészen tavaszig, és nem lesz annyi problémája. A fürdési szokásokon is érdemes ilyenkor változtatni, mondta el nekünk a bőrgyógyász, és legjobb, ha pamutot viselünk közvetlenül a bőrünkön. Nagyon sok kádban ülés nem jó, még akkor sem, hogyha valaki csak tiszta vízbe ül, mert maga a víz is szárít. Tehát a meleg vízbe valaki sokat ül, és egyébként is száraz a bőre, az tovább fog romlani. Ha még beletesz valami habfürdét, vagy valami hasonlót, ami még illatosított, akkor ne várja azt, hogy a bőre javulni fog, pont fordítva romlani fog. Mégis mit szoktunk javasolni? Azt szoktuk javasolni, hogy persze ilyen hidegben az ember nem tiltja el senkit sem a jó kis meleg víztől, de mi azt szoktuk javasolni, hogy hetente egyszer vagy kétszer üljünk kádba, egyébként meg egy gyors zuhany. Sapka használatával tudunk a legtöbbet tenni a hajhagymáinkért, ezen kívül érdemes két hetente méhhajpakolást is végezni. A téli fejbőr és hajápolással kapcsolatban azt szeretném kiemelni, hogy a fejbőr védelme van ilyenkor előtérbe, hiszen nagyon könnyen megfázhat, és különös hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy ilyen kalapot vagy sapkát viseljünk, főleg, hogyha frissen mostuk meg a hajunkat. Javasolt lenne, hogy ne lépjünk ki úgy az utcára, hogy éppen akkor frissen ápoltuk a frizuránkat. Egy 2-3 óra teljen el, illetve ne reggelre időzítsük a hajmosást. Ebben az időszakban sérülékenyebb a bőrünk, és megelőzéssel tehetünk a legtöbbet.